Nem mindennapi szemléletformáló előadást hallhattak a komáromi középiskolások április 4-én a Jókai moziban. Klobusicki György mestertanár kendőzetlen tényszerűséggel beszélt drogról, alkoholról, diszkóbalesetekről, molesztálásról és számos olyan témáról, amelyben leginkább ez a korosztály lehet érintett. A jelenlévő fiatalságot dr. Klert Horváth Lóránd alpolgármester köszöntötte, miután az előadás a városi prevenciós programban valósulhatott meg. A benyomáskeltés a fiataloknál nagyon fontos. Ugye ez a generáció talán már teljesen más, hogy nőtt fel, mint annak, akinél felnőttünk. A képi megjelenések, a hangi megjelenések egész kicsi koruk volt az életüket végigkíséri, ott van a kezükben a mobiltelefon, nagyon gyors az információ áramlás. Lehet, hogy egy idézőjeles, szárazabb előadásra nehezebb lekötni a figyelmüket, vagy felhívni bizonyos problémákra a figyelmüket. Én azt gondolom, hogy a benyomásokon alapuló alternatív foglalkozások, előadások kiegészítik az elméleti tudnivalót. Az alpolgármester rávilágított, nem véletlen, hogy hangsúlyozzák a témát. Kifejezetten ugye drog vagy alkohol hatás alatt történő gépkocsi vezetés miatt kialakul balesetek miatt hal meg a legtöbb fiatal, a statisztikák ezt mutatják. Tehát ugye 26 éves életkorig a legtöbb magyar ember balesetben hal meg, ennek 90% a közlekedési baleset, és egy nagyon jelentős részét teszi ki valamilyen pszichoaktív szer hatás alatt történő autóbaleset. A fiatalokat diszkó hangulat és lézerfény fogadta, majd az előadó figyelemfelkeltő hang- és fényhatásokkal indította a gyakran rejtve maradó következményeket okozó diszkóbalesetek lehetséges történeteit. Ezután a diákok konkrét, sokkoló képsorokon láthatták több közlekedési baleset áldozatait, fekete zsákban megnevezve a fiatalokat. Meglepő tálalásban adaptálta a legtöbb üzenetet. Vigyázzatok magatokra, fiatalok! Én most már 18 éve csinálom, és akkor egy baráti társaságban arról beszélgettünk, hogy ha már nem születik elég gyerek, és ha már folyton csökken a lakosság száma, akkor legalább azok a fiatalok, akik most élnek és egészségesek, ne betegedjenek meg, és ne halljanak meg. Miben halnak meg, miben betegszenek meg? Közúti közlekedési balesetben, ezzel kezdődik. Tehát az egyik. A másik pedig ezek az anyagok, tehát a szerek, tulajdonképpen legális, illegális drogok. És akkor összeállítottunk egy ilyen képző anyagot, ilyen kétórás programot, ezzel a gazdag szemléltetéssel, hogy akkor ők ne sérüljenek meg, ne halljanak meg, mert ha ránk hallgatnak, azt csinálnak, amit akarnak, de hát azért itt megmutattuk nekik, hogy ez mivel jár. A képsorokon feltüntetett alternatív példatár érdekes szemléltetése volt a témának. A korosztály sokat hallott már az őket fenyegető veszélyekről, de ilyen formában még bizonyára soha. A személyessé tett történetek láthatóan megérintették a fiatalságot. Amit én itt mutatok nekik, ezek megtörtént dolgok, fotók, adatok, tények, tehát nem állok és dumálok itt, hogy ne használjatok kábszert, mert beszélni a legkönnyebb, az fekve is lehet, hanem itt az összes bizonyíték itt van előttük. És nagyon sok az internetről van, nagyon sokat a rendőrségtől kaptam tőlük, a kábszeres nyomozóktól, mert ugye a rendőrtiszti főiskolán tanítottam, tehát ott jó kapcsolat volt, meg a laborral, meg mindennel. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami háttérinformáció, ami ez egy hétköznapi ember nem jut hozzá. És akkor néznek és figyelnek, és róluk szól. A másik pedig az, hogy folyamatosan figyelni kell az internetet. És folyamatosan jönnek újabb és újabb hírek, újabb információk, újabb anyagok, újabb tények, újabb adatok, de most ők is nézik. Tehát ők is bele tudnak ebben nézni, és pontosan tudják, hogy egy-két gyerek mondta is, hogy hallottam itt, hogy ez nekem is megvan, tehát ez a kép például. Klobusicki György üzenete, hogy ha a fiatalok válaszút elé kerülnek, akkor tudják, hogy mi a helyes és biztonságos. Mindarról szó volt, ami érinti őket, és ez a két dizájneres időszak, ami a 2011-től meg 2013-tól beindult, ez már az ő életük. Tehát ők nem heroinoznak, legfeljebb a kokain már jutott hozzájuk. A füves cigit talán szívják, de ezek a designer anyagokkal naponta bombázzák őket. Hát nem szabad hagyni. Hát hihetetlen milyen problémákat okozhatnak ezek az ócska szaranyagok. Hát régen legalább a kokainnak, a jointnak lehetett tudni, hogy ki a gyártója, honnan van, mi van benne, kész, lehetett a terápiát. Ez az, amit mondtam nekik itt folyamatosan, hogy a mentősöket kihívják, a mentős azt se tudja, mit csinálja, nem tudja, milyen anyag van benne. Mert egyébként föl vannak már az ismert anyagokból készülve, hogy már a mentőben tudnak foglalkozni a gyerekkel. De hát egy ismeretlen anyaggal nem tudnak mit kezdeni. Hát és ezért itt mutatom nekik ezt a gyomormosást, meg egyebet, meg mindent. Hát
néhányan itt rögtek, mert már volt itt egy-kettő, akinek kimosták a gyomrát szerintem. Tehát ez meg ezzel jár, hogyha piál és nyomja rá az anyagot. A diákság nyelvére lefordított tartalom fontos, hiszen sem a szülők, sem a pedagógusok nem felkészültek a témában. Gyakran fogalmakkal sincsenek tisztában, a módszertan pedig alapvetően nem kidolgozott. Klobusicki György elmondta, szomorú tény, hogy korábban a szülőknek is szerveztek előadásokat országszerte, eredménytelenül, mert egyszerűen nem mutattak érdeklődést. Az előadó azt reméli, hogy munkája nem hiába való, és a hatás nem marad el.